gondolom, hogy sokféle gondolat kavarog a te fejedben és a szurkolókéban is, szerintem a játékosokéban, edzőkében is, de az értékeléssel várjuk meg a szezon végét. Most nézzünk előre. Két szoros pekhes vereség után a hetedik helyért folytatjuk a csata DS ellen. Mit látsz és mit vársz? Így van, gyakorlatilag ez az utolsó két mérkőzés, vagy három mérkőzés, az utolsó két győzelmet kell ezeknek a csapatoknak behúzni ahhoz, hogy véget érjen a bajnokság. Hogy mit várok? Igazából azt várom, hogy az a csapat fog majd a hetedik helyen végezni, aki ebben a szakaszban még nagyobb energiákat, nagyobb motivációt, nagyobb erőt tud beleadni, és akinek fontosabb ez a hetedik hely. Én azt gondolom, egyáltalán nem mindegy a mi számunkra, hogy most ez a bajnokság hogyan ér véget. Nyilván ugyanabban a fázisba kerültünk be, amiben tavaly voltunk, tehát a 7.-8. helyért játszunk, egy sokkal erősebb bajnokságban, egy olyan alsó ágon, amikor, vagy ahol gyakorlatilag eltűntek a csapatok közötti különbségek. Nagyon fontos azt látni, hogy megváltoztak a játékszabályok itt az alapszakaszhoz képest, nem kell U20-as játékost játszatni, illetve 4 külföldi lehet egyszerre a pályán, és ez óhatatlanul nem a mi csapatunknak kedvezett, és itt ez a 4 mérkőzés, amit lejátszottunk, 2 az Alaegerszeg ellen, 2 a Cegléd ellen, ez mind be is bizonyította ezt. Hogy lehet motivációt gyűjteni mondjuk játékosként? Mennyire látod a lányokon azt, hogy ég bennük valamiféle tűz? Ez mindenkinek egyéni. Azt gondolom, hogy szerződtek valamire, eljöttek ide, és ezt a klubot ahhoz akarták segíteni, hogy minél jobb szereplést érjen el a szezon végére, és hogyha valaki ezt komolyan gondolta, akkor itt az utolsó mérkőzéseken is oda teszi magát maximálisan, ha meg nem, akkor meg meglátjuk, hogy milyen teljesítményt fog kihozni. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy itt az utolsó szakaszban még hozzá tudnak tenni a játékosok, és valamilyen módon le fogjuk győzni a csatát. Egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen egy csata nagyon jó csapat, jó formában vannak még. A Szekszárdot nagyon közel voltak hozzájuk, itt 30. percben még vezettek Szekszárdon. A hazai mérkőzésük sem volt egy sétagalop a Szekszárd ellen, tehát egy felszállóágban lévő csapat. A mi csapatunknál azért vannak problémák, egészségügyi problémák is, úgyhogy egy elég érdekes mérkőzésnek nézünk elébe. Én bízom benne, hogy azért nem fogják teljesen magára hagyni a közönség oldaláról ezt a csapatot. Eljönnek és megtisztelnek bennünket azzal, hogy a végét még együtt töltjük el ennek a bajnokságnak, és akkor kezdődik a következő szezonra való felkészülés. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!